Ma egy igencsak érdekes könyvet fogom mutatni, mert korábban elég ritkán mutattam még be eddig thrillereket, és nos, eljött az idő. Chuck Wendig, Vészmadarak. Ezt a könyvet idén adta ki a Fumax, úgyhogy relatíve friss könyv, és szeretném ezúttal bejelenteni, hogy a jövőben megpróbálok frissebb könyveket is bemutatni nektek, nem csak a már ismert klasszikusokat, vagy azokat, amiket pár évvel ezelőtt adtak ki, hanem több mostani friss megjelenésről is szeretnék nektek beszámolni. Na, szóval, Vészmadarak. A főszereplőnk, Miriam Black, egy igencsak érdekes, kiégett nőszemély. Miriam Black az a fajta karakter, aki már olyan sok rossz dolgot látott életében, hogy már semmi sem tudja felvidítani, és ezért hát egy cinikus, egy önpusztításra alkalmas, szuicid hajlamú, kedvtelen nőszemély lett belőle. És ennek megvan az oka. Miriam Black ugyanis halállátó. Megérint bárkit, és akit megérint, annak látni fogja, hogy hogyan hal meg. És ez a sok haláleset, hogy amiket látott, és az tudott, hogy nem tudja őket megmenteni, mert már próbálkozott és sikertelenül mindig, sőt, akkor ő volt az, aki a halált közvetve okozta. Nos, ez egy azzá változtatta, amin a regény elején megismerjük. Egy kedvtelen, egy teljesen kiégett nőszemély, aki dohányzik, alkoholizál, nem éli a boldogságot, szerintem már azt se tudja, mit jelent. Na szóval egy ilyen nőszemély a főszereplőnk, és így is tenget életét. Tehát motelről motelre jár, stoppalással viteti magát tovább Észak-Amerika kihaltabb területein, és hát egyszer megváltozik a helyzet, mikor egy olyan pasi viszi el, akit megkedvel, és látja, hogyan hal meg, és Miriam látja, hogy ő ott lesz, ő jelen lesz akkor, amikor a pasas Louis meghal. Méghozzá gyilkossággal. Na most, Miriam, illetve a könyvhöz is, meg Miriamhez is hozzátesz az, hogy a regény nem egyértelműen egy sztorit visz végig, hanem több szálon is fut. Miriam ugye az egyik szál, a másik szál pedig a háttértörténetek. Tehát Miriamet egy másik szálon interjúvolja egy fiatalember, akinek Miriam elmondja, mi volt vele a múltban, hogy az anyja milyen szemét volt vele, ilyen vallási, ilyen fanatikus anyuka volt, Carrie-ből ismerős lehetett az elem, és hogy Miriam hogyan lázadt fel ez ellen, mit csinált, hogy csinálta, hogyan jutott el odáig most, ahol van. Ezt ismerjük meg az egyiken, a másikon pedig kettő verőlegényt ismerünk meg, akik keresnek egy bizonyos férfit. Ez a férfi Miriammel kapcsolatban lép a regény elején, ilyen tipikus rossz fiút képzeljetek el, aki egy verdával megy az úton, és iszik, meg megpróbál kétes üzleteket kötni, Miriamet is bepalizza, mert Miriamet megtetszik a rossz fiú attitűdje, és megzsarolja őt, hogyha nem segít neki a halottlátó képességével, akkor elmondja a szülőknek, azt hiszem Miriam anyjának, hogy mi a helyzet, hogy valami hasonlóan megzsarolja. Úgyhogy Miriam kénytelen lesz neki segíteni, de hogy ebből hogy csinálnak bizniszt, az még ők sem nagyon tudják. Viszont ezek a verőlegények ezt a férfit üldözik, akit Ashley-nek hívnak, Ashley Gaines, és igen, Ashley, tehát sokszor gúnyt is üznek abból, hogy Ashley-nek hívják a csávot, ami egy csaj név eredetileg, és hát ezt a Ashley-t keresik, mert meglovasított egy elég értékes mennyiségű kábítószert. Igen. Úgyhogy ez a két verőlegény, aki magát egyébként FBI ügynöknek adja ki, valójában egy befolyásos maffiózónak tevékenykedik, és minden megpróbál, tehát elmennek azokra a helyekre, ahol a Miriamék megfordultak, és ott is szépen mindenkit összevernek, megfenyegetnek, hogy mondjátok el, hogy gyorsan merre van, különben mindenki megmordál. Úgyhogy, ja, érdekes kis haltóvadászat veszi kezdetét, és a végig nem egészen egyértelmű, hogy mi is lesz itt a vég. Vajon Miriam ezúttal képes lesz a sorsot befolyásolni? Vajon képes lesz ezúttal megváltoztatnia egy embertársa halálát? Most ez kiderül a könyvből. A stílusra még nem beszéltem, Chuck Wendig nagyon jó prózával rendelkezik, elképesztően látványosak a megfestett képei. És nagyon jól, nagyon szépen tudja megírni a mondatokat, nagyon jól érte ahhoz, hogyan kell
olyan egy ilyen érdekes fajta ilyen mocskosan, szépen írni. De tényleg egy kicsit olyan a beütése, mintha a Stephen King és Chuck Palahniuk összeült volna és megírta volna a Sírhant műveket. Nagyon jó egyébként. Mind a nyomozó szál, mind ez a múltba révedés szála remekül működik. Határozottan tudom ajánlani. És azt kell tudni még egyébként erről a könyvről, hogy a borító illusztrátora nagyon jó munkát végzett. Ha megnézitek közelből is a borítót, akkor jól láthatjátok, hogy nagyon részletgazdag. Elképesztően sok részletbe lépül föl. Hú. Na szóval viszont a könyvnek van egy negatívuma. A közepe tájékán egy kicsit már leül a cselekmény. Ott már annyira nem pörög, annyira ott nem izgalmas, annyira nem kiszámíthatatlan. De ez nagyon rövid idő alatt túlteszünk, tehát csak a közepén kell egy picit túlmenni, és már újra jó lesz. Úgyhogy ez csak ilyen kis kukacoskodás a részemről. De nagyon jó könyv. Én személy szerint nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki szereti az ilyesmit. Viszont, ha olyan ember vagy, aki nem szereti ezeket a önpusztító embereket, ha nem kedveled ezt a kicsit mocskos, alvilágos történetet, és nem vonz téged a halál, mint témakör, meg mint a sorskerekének a megfordítása, vagy megállítása, mint téma, akkor nem neked találták ki. De mindenki más, aki szereti a thrillereket, aki szereti az ilyenfajta mocskos történeteket, akinek nem baj, ha egy kicsit van benne szex, szóval nem zavar az, hogy minden oldalra jut egy szenvedélyes káromkodás Miriam részéről, vagy mások részéről, akkor határozottan olvasd el ezt a könyvet. Én nagyon tudom ajánlani, engem személy szerint nagyon meggyőzött, és remélem, hogy minél többen megismerik. Viszont nem ez az egyetlen kritika, amivel kirándulást teszünk egy másik téma felé. Van ugyanis egy másik könyv, mert erről hamarosan meg is mutatom majd nektek Facebookon, hogy melyik az, amit szintén be fogok mutatni, és az szintén más témáról lesz, mint amiket eddig bemutattam. Egyedül annyit árulok el, hogy horror regényről lesz szó. Sziasztok!